Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ígértem nektek, hogy fogok ezekből a mintákból nektek bemutatni majd egy kis videót, ahol meg fogom mutatni, hogy hogyan is készítettem ezeket a kis enyhén csillámos, picit üveghatású virágocskákat. Jó? Amit be szeretnék ma nektek mutatni, az pedig ez a kis piros virágocska lesz, jó? Úgyhogy én ezt le is teszem ide, hogy lássátok. Jó. Az első, ami nagyon fontos, hogy a tippet, amin dolgoztok, vagy hogyha ugye a körmön, amin dolgoztok, azt mindig minden esetben fel kell egy picit mattítani, ugyanis ceruzával fogjuk előrajzolni a mintának a körvonalait. És fényes felületen ugye a ceruza nem fog fogni. Tehát azt látjuk, hogy a virág az úgy helyezkedik el, hogy van egy kis közepe, és körülötte nyílva vannak a szirmok, majd ez a kis alsó szirom egy picit fel van hajolva. Tehát amit látni kell, hogy három szirom van, ami körbeveszi a virágot, és egy pedig alulról egy széles nagy szirom, ami egy picit felhajlik, illetve van két zöld levélke is. Jó, tehát megcsinálom először a virágnak a körvonalait. Mint látjátok, a virág az egy picit a körmünknek a felső részében helyezkedik el, tehát a felső felében, a virágnak a közepét, tehát körülbelül nekünk a tippen valahova ide kell előrajzolni első körben. Jó, lehet nyugodtan erősebben rárajzolni, mert nem fog látszódni majd a mintán, mint alól. És utána pedig felrajzolunk három szirmot. Középsővel szoktam kezdeni, hogy nagyjából arányaiban el tudjam helyezni a többit. Utána jön a következő. Ez ugye hozzáér az előző sziromnak a stíléhez. Majd jön a harmadik. Ez is így szépen hozzáér a harmadik. És a középső sziromnak a közepéhez. Jó. Azután a negyedik szirom, az egy picit az alját kezdjük el rajzolni, amely egy picit laposabb. Hozzá is köthetjük akár az előző kettőnek az aljához. És ahogy látjátok, egy kicsit vissza van itt hajolva a szirom, tehát megcsinálom ezt a kis visszahajlást. És a sziromnak a teteje, ami visszahajolt, egy kicsit bele is érhet akár a virágnak a közepébe. És így belehúzzuk a másik sziromnak a szélébe. Jó, tehát így helyezkedik el a virágunk, majd a két zöld levélke, az pedig csak ilyen kis hosszúkás lefele mutató levélke lesz. Mindig úgy szoktam levélkét rajzolni, hogy két szirom közepéről induljon ki. Tehát a két szirom találkozásából indul ki. Jó? Ezzel megvan virágomnak a körvonala. Most pedig megcsináljuk a csillámlóhatást. A csillámlóhatásra szükség lesz egy fényzselére. Én ezt az Extreme Gloss Gel-t fogom használni. Bármi jó egyébként, tehát lehet fixálós, fixmentes, teljesen mindegy, valami fényzselé kell első körbe a mintánkhoz. És én ezen a kis szilikonlapon szoktam mindig minden színt, minden anyagot kirakni, amiből dolgozok. Tehát először ebből a fényzseléből teszek le egy kis gombócot erre a szilikonra. Utána, amire szükségünk lesz, az egy olyan ecset, én most a Perfect Line M-et fogom használni, ami nem az a nagyon-nagyon vékony, hanem egy picit testesebb ecsetke. Úgyhogy ezzel fogom a virágomat teljesen beecsetelgetni. Besatírozgatom végig a virágomat a fényzselével. Jó, nem hagyom ki ugye a virág közepét sem, és beecsetelem a két levelet is. Jó, látom azt, hogy a virágom teljesen le van fedve a fényzselével.
És most jön a csillámló hatás. Tehát először a csillámot fogjuk megcsinálni a virágra. Mint látjátok, ezt a fénzselés virágot én ezt letettem ide, tehát nem köttettem meg. Amit használhattok, azok ezek a típusú flakes-ek, például a Perfect Nails-nél a Chameleon Flakes, az, ami ilyen kis szépen mutat, majd vannak ilyen egyéb kicsit csillogósabb, kicsit színesebb. Attól függ ugye, hogy milyen színt használtok, olyan színen fog csillogni a szirom alól a csillámlás. Én most ezt a kis lilás-kékes árnyalatot fogom választani. Óvatosan letekerem, mert ezek azért úgy szoktak száldogálni. Jó, tehát látszik, hogy ezek ilyen kis fényes darabkák. Flakes darabkák. És a meg nem köttetett fényzselébe ezeket a darabkákat bele fogom nyomkodni, mégpedig ezzel az ecsettel, mivel az előbb a fényzselét felvittem, belemártom a hegyét a fényzselébe, és veszem fel a darabkákat, és nyomom rá a fényzselés felületre. Ha egyszer sokat veszek fel, akkor picit vissza is lehet a tégely szélén húzni az ecsetből. És ami fent van flakes, a fényzselén, az pedig szépen elegyengetem, eltologatom, úgy, hogy mindenhol legyen belőle. Teszek a levélkékre is. Jó, tehát most azt látjátok, hogy a előrajzolt virágom belsejébe mindenütt ott van a flakes. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor most rakjuk be a mintánkat először köttetni UV-lámpába. Utána, amire szükségünk lesz, a Vitrás kollekciónak vannak olyan színei, amik ugye ilyen üveghatású színek. Nekem ebből most szükségem lesz a pirosra, vagyis a Sherry Redre. Szükségem lesz az Ocean Blue-ra, vagyis a kékre, a kaktusz zöldre, és a kanári sárgára. És minden színből, amit kivettem, erre a kis szilikon lapkára, amiről fogok dolgozni, minden színből fogok kicseppenteni egy keveset. Elnézést a szilikon lapomnak a foltosságáért, de szegény már egy éve nyüstölöm, vagy talán már lehet, hogy kettő is, és már befogták az anyagok. Itt meg egy valami kis szőrszál van. Jó, tehát ez volt a kék, most jön a piros. Pirosból picit többet teszek, mert a virágnak a szírmai pirosak, és ugye nagyobb felületet kell pirossal lefednünk. Teszek ki egy kicsi zöldet. És teszek ki egy kicsi sárgát. És ezekből fogok majd a tippemen dolgozni. Jó, közben megkötött a fényzseli a virágomon, a flakes-ekkel együtt. És most jön a virágnak a színezése. Látjátok, hogy a virág az gyakorlatilag piros, mindenhol piros, a közepe sárga, és pici árnyalások vannak benne, mégpedig a sárgában zöld van, a pirosban pedig van egy pici lila, az adja a színeknek az árnyékát. Mivel itt ezek között, a színek között nincsen lila, ezért majd keverni fogjuk ezeket a színeket. Jó? Tehát első körben a pirossal fogom kitölteni a virágnak a szírmait, méghozzá ugyanezzel a Perfect Line M-es ecsettel fogom, és ott, ahol látom a rajzomat, annak a teljes felületét szépen kitöltöm pirossal, ahol a
a szirmok elhelyezkednek. Jó, a közepét kihagyom, mert az majd nem lesz piros, az majd sárga meg zöld lesz. Tehát egyelőre a szirmokat töltöm ki pirossal. Jó, egy pár másodperces villámköttetésre berakom a lámpába, mert ezután fogom megfesteni a virágnak a közepét, és nem szeretném, hogy összefolyjon a piros majd a sárgával. Tehát egy pár másodpercre villámköttetésbe berakom a lámpába, és miután kivettem, folytatom a virág közepét, tehát a virág közepe a sárga lesz. Mint látjátok, ezek a színek egyébként nagyon klasszul megadják a virágnak a színét, tehát egy picit áttetsző hatása van ugyan a színeknek, nem annyira tudtok vele tömör színt festeni, de ennek a technikának pontosan ez a lényege, hogy amikor egy picit a lámpába megforgatjátok a mintát, lássátok a szín alatt ugye a flékszeknek a csillogását. Megfestettük a közepét sárgával, és egy picit most a leveleket is nem zölddel fogom elkezdeni festeni, hanem sárgával, ugyanis a sárga szín adja majd az alapszínt, és ezt fogjuk egy pici zölddel árnyékolni majd. Jó, és megy a lámpába köttetésbe. Majd ezek után, hogyha megkötött a sárga és a piros, akkor jön a színeknek az árnyalása. És először akkor én a zölddel kezdenék árnyalni. Ugye a zöldet azt már kiraktuk, nagyon picikét kell belőle felvenni, tehát egy éppen kis picike kis gümő van az ecsetem hegyén, és ezt a gümőt teszem le ide a sárgának az aljára, illetve ide a leveleknek a tövére. És ezután, amikor kitöröltem az ecsetemet, apró lapogató mozdulattal felfele húzogatom egy picit a zöldnek a szélét, nem fedem el teljesen a sárgát, jó? Tehát azt látjátok, hogy itt egy picit ugye sárgásabban hagyom, itt a töve pedig zöldesebb, tehát itt éppen annyit csinálok, hogy egy icipicit szétkenem a zöldet, a sárgán, mivel ezek áttetsző hatású géllak, akkor nagyon-nagyon könnyű így ilyen összemosásokat csinálni velük. És megcsinálom ugyanezt a leveleken is. Tehát egy picit behúzom ezt a zöldes árnyalatot a sárga levélbe. Az se baj, ha picit tovább is húzzátok, hiszen akkor különböző effekteket, árnyalásokat tudtok a leveleknek adni. Jó? Tehát most így megvan egy picit a sárgám része sötétítve a zölddel. Jó, hogyha ez megvan, akkor megy a lámpába, és közben, amit meg kell néznetek, az eredeti mintán ugye, hogy a virág közepek körül ez a szakasz végig körbe be van egy picit árnyékolva, be van sötétítve, kivéve ez az alsó szirom, hiszen ennek a töve nem látszik, mert ugye fel van hajolva a sziromnak a teteje, tehát ennek a sziromnak az alsó része, ez itt van alul. Jó? Tehát nagyon figyeljetek oda, hogy ezt a három szirmot a tövénél árnyékoljátok, még ezt a felhajló szirmot pedig alul a szélénél. Közben megkötött a zöldecském is, és akkor most jön az, hogy ezzel a lilás árnyalattal kell egy picit ugye sötétíteni a szirmoknak a tövét. A lilás árnyalatot pedig úgy kapjuk, hogy a pirosat és a kéket itt középen, azért raktam ugye egymás mellé, hogy tudjam őket keverni, tehát a pirosat és a kéket egy icipicit itt megkeverem. És a két színből lesz nekem egy ilyen lilás, sötétebb árnyalatom. Jó, remélem, hogy látszik majd a videón is.
Jó, látjátok, kihúztam egy picit belőle, és ott már teljesen látszik, hogy lila a szín. Jó? Tehát ebből a lilából fogok dolgozni, mégpedig ide végig húzom ezt a lilás árnyalatot a sárga középköré. Ezt most annyira nem sajnálom, mert ha nagyon eldolgozom majd a színt, akkor kevés sötétség fog ott maradni, tehát egy picit többet raktam fel, hogy többet tudjak először szétdolgozni. Jó, tehát lapogatva, kifele húzogatva sötétítem kifele a szirmokat. Jó, tehát megvan, egy picit még eldolgozom, tehát megvan a három sziromnak a töve sötétítve, majd ezután, ahogy visszakanyarodik ez a kis alsó szirom, itt a kanyarodásnak a belseje kell még, hogy sötét legyen, és én még ott látom a rajzomat, tehát hiába festettem be ugye pirossal, mivel áttetszi a pirossal, ezért ott a kis kanyarba rakok be egy pici sötétet. És szétdolgozom. Jó, és ugye mit mondtam még, hova kerül sötét? Ide, az alsó szakaszára a sziromnak, úgyhogy még ide is beteszek egy kicsi sötét árnyalatot. És szétlapogatom. Jó, és annak ellenére, ugye, hogy sötétebb árnyalatot vittünk fel, ugye ez két ilyen üveghatású géllakból lett kikeverve, tehát gyakorlatilag ugyanúgy üveghatású lett ez a sötétítés is, csak annyi, hogy más árnyalatban. Jó, hogyha ez megvan, megy a lámpába, köttetjük, és ha megnézitek egy picit majd közelebbre az eredeti mintát, akkor azért ott látszik, hogy be vagyunk sötétülve, tehát itt ez a része a virágnak ugye látszik, hogy sötétebb, viszont a leges legtöve ott a pöttyök alatt, illetve ott a kis kanyarba, azért ott egy nagyon picit még sötétebb árnyalat van. Na most, mivel ezekből a színekből már nem tudok még sötétebbet kikeverni, vagy ha ki is keverek, akkor ugye így is úgy is áttetsző lesz, ezért szükségem van egy olyan festőzselére, ami teljesen fed. És én most a Perfect Nails krém gélek közül fogom használni ezt a nagyon sötét bordó színt, és icipicikét fogok ebből használni. Ebből nem is rakok ki ide a szilikonra, hanem csak az ecsetemnek a hegyét fogom belemártani. Tényleg csak nagyon kevéske kell belőle. Jó, tehát itt van a mintám, és a ecsetemnek a hegyére icipicit raktam. És ezt az icipicit még így lepöttyözgetem ide a sötétnek a tövére. És hogyha nem tudjátok szépen eldolgozni, mert amikor ugye elkezdjük lapogatni, azért ez látszik, hogy ez már tömör szín, tehát nem az a üveghatású szín, tehát nem biztos, hogy olyan szépen el tudjátok kenegetni, akkor fogjátok az ecseteteket, és a szilikonon lévő fényzselébe belemártva a enyhén fényzselés ecsetnek a hegyével tudjátok egy picit jobban szétdolgozni ezt a sötét színt. És nagyon fontos, hogy ebből a sötét színből tényleg nagyon kevés legyen ott a tövére felrakva. Tehát nem szabad, hogy teljesen betakarja ugye a szirmokat, mert akkor nem lesznek áttetszőek a szirmok. Csak éppen azért van rá szükség, hogy még jobban be tudjuk árnyékolni ezeknek a szirmoknak a tövét. Jó, még egy picike kell ide a kanyarba, tehát ahol felhajlik a szirom.
ezt is egy picit lapogatva szétdolgozom. Ha nem tudom szépen szétdolgozni, akkor picit fényzselébe mártom, és azzal dolgozom tovább az anyagot. Tehát ezzel látjátok, hogy fényzselébe mártom, nagyon picit meghígítom az anyagot, és így könnyebben tudom teríteni. Jó, illetve, közben itt van a minta, ha esetleg nézni szeretnétek az eredetit, illetve ugye ez a szakasz még, ami sötétebbnek kell, hogy legyen, tehát ide teszek le nagyon aprók a kis bordócskát, és fényzselébe mártott ecsettel szétlapogatom, szétdolgozom. Így már az árnyékolások az erőteljesebbek, jóval. És én ezt a bordót szeretem használni egy picit a zöldemhez is, ugyanis, hogyha nagyon-nagyon keveset letesztek ide a zöldnek a tövére, nem kell tőle félni, nem lesz bordó a leveletek, hanem a fényzselébe mártott ecsettel elkezditek szétdörzsölgetni ezt a színt, akkor a zöld alapon inkább barnás árnyalata lesz ennek a bordónak, és egy nagyon picit sötétíti meg talán még jobban itt a kis leveleknek a tövét. Ami viszont tök jól mutat. Így. Jó, tehát látjátok, nem lett bordó, így nagyon picit itt a leveleknek a töve lett még sötétebb. Arra ügyeljetek, hogy mindenütt szépen szét legyenek dolgozva a színek. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, meg voltak ugye akkor az árnyalások, fogjuk és berakjuk a mintánkat a lámpába. Teljesen átköttetjük. Miután átköttettük a színeket, most újra jön az Extreme Gloss Gel, vagy bármilyen fényzseli egyébként. Én azt javaslom, hogy valami fixmentes fényzselével fedjétek le az egész mintátoknak a felszínét. Egy picit sűrűbb típusú fényzselé, viszont nagyon jól kiegyenlíti a mintából adódó egyenetlenségeket. És ami benne van ugye a nevében, Extreme Gloss, tehát az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szép fényt ad a felszínnek. Jó, tehát látjátok, már most így a lámpafény alatt próbálom nektek mutatni, hogy a színek alatt csillámlik ugye a kis flakes pejhecskék. A zöld szín alatt zölden csillámlik, a piros szín alatt ilyen picit pirosas lilásan csillámlik, tehát nagyon kis különleges effektet adtunk ezzel a virágunk alapjának. Miután lekentük, megint megy a lámpába. És miközben köt a mintám, mutatom nektek, tehát szükségünk lesz fehér festőzselére, és én a krémgélnek a fehérjét fogom használni, illetve egy nagyon-nagyon vékony ecsetre. Én nagyon szeretem a Perfectnek a Mini Natural 000-ását használni, ez nagyon-nagyon kis vékony ecsetke. Remélem, hogy fogom tudni most nektek ezzel szépen mutatni, ugyanis hát ez az ecsetem, ez most nem tudom, hogy miért egy picit fejre állt, és a szőre kicsit keszekusza, de azért megpróbálok vele dolgozni, remélem fog sikerülni. Ennek a fehérnek a széléből szoktam egy picit felvenni, mégpedig úgy, hogy keverek ki egy kicsit itt a fehérnek a szélén egy minimális anyagot, és ezt a fehéret leteszem ide a szilikonnak a szélére, sőt, veszek ki még egy kicsit, így, és ebből a mennyiségből fogok dolgozni. Nem is nagyon kell nekem több fehér. És azt kell csináljam, hogy a szirmoknak, illetve a leveleknek a szélét egy picit ki kell, hogy kontúrozzam. Na most a kontúr az nem azt jelenti, hogy csak simán kontúrozok mindenütt egyforma vastagsággal. Hogy nézzétek, akkor picit néhol vaskosabb, néhol picit vékonyabbak a kontúrok. Tehát igazából semmi szabály nincs erre. Úgyhogy elkezdem. Kis vékony ecsetkémmel először ezt a középső szirmot kezdem el kontúrozni, és nem teljesen simán húzom az ecsetet, hanem egy icipicit így, még talán ilyen kis
rángatással lehet ilyen kis redőket is csinálni bele. És teljesen behúzom a sziromnak a szélét. A levél közepéig. Bocsánat, a virágnak a közepéig. Jó. Jön a másik oldal. És behúzom. Kikontúrozom a szélső szirmokat is. Nem stresszelek a vért, mert valahol vastagabban sikerül. Sőt, majd a végén vastagítani is fogok rajta. És behúzom. Jó, látjátok? Tehát apró pici hullámokat viszek bele a kontúrokba. Majd itt ez az alsó szirom, ami ugye felfele billen, ennek a felső részét kikontúrozom, és utána pedig szépen ebből húzom meg ezt a kis öblöcskét, ami ugye a felfele hajlásnak az íve. Hát igen, azért érzem az ecsetel, hogy nem mindig oda megy, ahova én akarom. Szóval jó tanács, ne ejtsétek le az ecsetet fejjel. Jó, és ezután megcsináljuk azt, hogy itt-ott elkezdjük a széleket picit bevastagítani. Például itt ez a széle. Egy kicsit nyugodtan lehet vastagabb. Aztán csinálhatok olyat is, hogy még bentebb húzom egy-egy szakaszon, ezzel olyan hatást érek el, mint hogyha picit itt is vissza lenne hajolva a sziromnak a széle. Jó, ide is csinálok egy kis vastagítást. És itt is, ahol visszahajlik a szirmocskánk, picit bemélyítjük a szélét. Jó. Jó. Amit én még szoktam csinálni, az az, hogy letörlöm az ecsethegyéről teljesen a zselét, és belenyúlok ezekbe a vastagabb fehérekbe, és húzok egy-egy ilyen kis vékony szálat befele a szirom belseje felé. Akár lehet kettőt is. Egy titok van, soha nem szögegyenesen húzunk, hanem mindig picit ívesen húzzuk. És mindig a virágnak a közepe felé nézzenek ezek a kis szálacskák. És éppen az alsóból is nyugodtan lehet lefele húzni. Jó? Tehát látjátok, annyira kis vékony ez az ecset, hogy alig látható vonalkákat is tudok vele húzni. És miután meg vagyok, jön a leveleknek a kontúrozása. Itt nem muszáj hullámosan húzni, lehet egyenesen is. De ha hullámosra húzzátok, sem baj.
és egy picit a közepét kiemeljük egy-egy kis csíkocskával. Jó? Gyakorlatilag így most meg van rajzolva ugye a mintám, berakom köttetni. Önmagában sem néz már ki rosszul a minta, viszont ha az eredetit megnézitek, akkor láthatjátok, hogy ilyen nagyon-nagyon kis apró pöttyöcskékkel még kiemeltem ott a virágnak a közepének a szélét. Ezek a pöttyöcskék szintén ez a sötét bordú lesz, mivel a fényzselé tetejére tesszük rá a pöttyöcskéket, és nem alá, így ha közelebbről megnézitek, olyan hatása van, mintha ilyen kis gyöngyök, vagy ilyen kis harmadcseppek lennének a szirmok szélén. Nagyon-nagyon keveset kell, hogy használjak, tehát az ecsetemnek, a vékony ecsetemnek a hegyét mártom bele ebbe a kis bordóba, és apró piciken, nagyon apró pöttyöcskéket itt a zöld szélénél végig pöttyözök. Kell, akkor mártok újra. És gyakorlatilag ezzel elkészült az üveghatású kis csillámos virágocska. Remélem, hogy látszik benne az üveghatás, és a csillámok is jól látszanak. Mutatom a többi mintámat is. Ha van kedvetek, nyugodtan csináljátok meg őket. Egyébként ilyen virágmintákat én legtöbbször a Pinterestről szoktam puskázni. Rajzoljátok meg a ceruzával a körvonalakat, töltsétek ki színnel, vigyetek bele egy kis árnyékolást, és gyakorlatilag nagyon-nagyon kis szép mintákat tudtok ezzel csinálni, ezzel a technikával. Köszönöm, hogy velem tartottatok, nagyon szívesen várom kommentben esetleg a ti elkészült munkáitokat is, és ha tetszett a videó, és szeretnétek még hasonlóakat látni tőlem, akkor nyomjatok ehhez a videóhoz egy lájkot. Vigyázzatok magatokra, további szép napot nektek, sziasztok!